Karácsony Gergely az Economistnak adott interjújában azt mondta, hogy Orbán kicsi és kövér. Ez személyeskedés, ízléstelen, ilyet egy közéleti embernek nem illik mondani. Bocsánatot is kért érte, viszont egyre jobban meg vagyok győződve, hogy ez a beszólás baromi jól sült el. Sziasztok, Sapkás Pirész vagyok. A 2010-es kétharmados választási győzelme óta Fidesz kormány egyre jelentéktelenebbé teszi a parlamentet. Az ellenzéki politikusok alig kapnak lehetőséget az érdemi befolyásra, nem engedik, hogy a törvényalkotói munkába belekapcsolódhassanak. Ugyanakkor már a közhely, hogy a Fidesz szinte minden média felületet bekebelezett, alig hagyva szereplési platformot az ellenzéki képviselőknek. Ezért volt teli találat Jakab Péter újítása, aki megtalálta a kiskaput a rendszerben. A parlamentet közvetítik, nézik, és bár a törvényhozásba beleszólni nem tud, választókat megszólítani? Igen. Van, amit közéleti embernek nem illene mondania. Viszont a Fidesz kreált a közélet, elvesztette közélet jellegét. Magyarország és sok hasonló autoritár irányba forduló ország kormánya azzal legitimizálja hatalmát, hogy a demokrácia illúzióját próbálja fenntartani. Egy zsák krumpli a parlamentben ezt az illúziót töri meg, nem asszisztál ahhoz, hogy itt teljesen egyenlő szabályok vonatkoznának az oldalakra. Lásd csak Kövér László többmilliós büntetési bestseller sorozatát. Az addig viszonylag kevésbé ismert Jakab igen gyorsan, igen népszerűvé vált. Karácsony kommentje pont ugyanezt az illúziót törte meg, ő egy nemzetközi labban. Míg Orbánról minden moralizálás és jogászkodás lepereg, ez egy olyan helyen támadott be, ami hatásos. Erre nem igazán lehet jól reagálni. Karácsony egy kicsit jakabosodott ezzel, ami lehet nem árt neki az elkövetkező miniszterelnök jelölti turnéjában. Azt viszont nem tudom, hogy Karácsony számolta azzal, hogy ennyire jól fog elsülni az akciója. Itt is aktiválta magát a Fidesz túlbuzgó kommandója, ami minden kisebb ellenzéki akciót annyira túlspilázva ábrázol, mint a legtöbb férfi a kicsit is tartósabb náthát. Fröcsögés követett, hosszú mondatokban elítélve ezt a pár szót. Az egész talán Süli János a paksi fejlesztés tárca nélküli minisztere posztjában kristályosodott ki. Bármennyire is nem volt szép komment, Karácsonynak állítása igaz. Orbán tényszerűen kicsi és kövér. Természetesen egy politikus külső jegyei nem befolyásolják közvetlenül a munkavégzési képességét. De míg testmagasságáról senki nem tehet, a testsúlyáról igen. A fideszes műfelháborodás így csupán egyre inkább megerősíti az emberekben azt, hogy Orbán tényleg kicsi és kövér. Nem tudom, hogy például Süli mennyire gondolta át, hogy a túlsúlyosságot kimagyarázva azt kívánja az embereknek, hogy jó étvágyat. A bölcsvezért ennyire be kellene védeni. Mindez azért is visszás, mert Magyarországon a dohányzás és az alkoholizmus mellett az elhízás is népbetegség. Az EU-n belül nálunk az egyik legnagyobb az elhízottak aránya 20%-kal, de a túlsúlyosak aránya is bőven 50% felett van. A mostani Covid helyzettel ez új jelentőséget is nyer. Ugyanis minél magasabb testsúlyindexe, avagy BMI-je van az embernek, annál valószínűbb, hogy Covid-fertőzés esetén komplikációk vagy halál lép fel. A kormány katasztrofálisan rossz járványkezelése mellett ez is biztosan belejátszott abba, hogy a világon népességarányosan elsők vagyunk a Covid-halálozási számokban. A testsúlyom nekem is konstans problémám. Amikor elkezdtem ezt a YouTube projektet, 105 kiló voltam. Jelenleg, majd két hónappal később 97 kiló vagyok, ez 187 cm-es magasságom mellett 27,7-es BMI, ez még mindig túlsúly. Nálam a stresszevés a legnagyobb probléma. Rosszabb időszakaimban elengedem magam. Viszont tisztában vagyok következményeivel, tudom, hogy az elhízás számos betegség rizikófaktora, rontja az életminőséget, a legtöbb ember nincs emiatt jól saját magával. Én sem véletlenül diétázom. Persze, jó étvágyat, csak ne nagy étvágyat. Szerintetek hibát követett el Karácsony? Mit gondoltak a magyar elhízásról? Osszátok meg lent a komment szekcióban. Használjátok a like és dislike gombokat, nézzetek rá a TikTokomra, iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk a következő videóban, sziasztok!